Mintegy 100 kórista jóvoltából csendült fel a Glória Kánon. Hagyományosan ezzel az összkarral nyitják meg a dalünnepet. A 6. alkalommal megszervezett programra 76 kórus jelentkezett, de a szállás hiány miatt csak 40 csoportot tudtak fogadni. Nincs olyan alkalom az országban a kórusoknak, ahol egyszerre ennyi kórus tud találkozni. Ez az ország legnagyobb kórus fesztiválja. A hangulat jó, mindenki egy kicsikét lazábban érezheti magát, ugye Balatonparton is van, tehát nagyon jó helyen vagyunk, és sokan önerőből ezek a kórustagok nem tudnának eljutni a Balatonpartra. Több alkalommal jártak már Keszthelyen a Szekszárdi Liszt Ferenc pedagógus kórus tagjai. Az újjászerveződő, új karnaggyal éneklő nagymúltú társaság elsősorban tanulni jött Keszthelyre. Kiváló mind a szervezés, mind az, hogy sok énekes összejön, és valóban mindenki a másiktól tanul. Hall egy olyan művet, amit ő még nem ismert, és azt mondja, hogy ezt nekem is meg kell tanulni, pláne ha kiváló előadásban hallgatjuk. Úgyhogy sokat várunk még a továbbiaktól és a további napoktól. Mint minden évben, ezúttal is rangos zsűri hallgatja meg a produkciókat. A kórusoknak lehetősége van minősítés megszerzésére is. Az alaprendszerben bronz, ezüst, arany minősítést lehet szerezni. Az úgynevezett kategória minősülésben a kórusoknak egy nagyobb műsorral kell megfelelni. Rostetterné Nagy Rita a kezdetek óta zsűrizik Keszthelyen. Örömmel várom mindig a keszthelyi dalünnepet, és lesem, hogy azok a kórusok, akiket már hallgattam, azok mit fejlődnek, mit alakulnak, az új kórusokat nagy örömmel várom, hogy milyen új társaságok jelennek meg. Most is például voltak olyanok, akik 2005-be alakultak, meg 2010-be alakultak, tehát nagyon fiatal társaságok, és ez mindig nagy örömmel tölt el. A dalünnepet Keszthelyváros önkormányzata támogatja, de számos szolgáltató nyújt kedvezményeket a két nap alatt a kóristáknak. A Helikon Kastély Múzeumban például fél áron válthatnak belépőt a dalünnep vendégei.